Sziasztok! Ez itt újra a Játékok a polcról. A mai adás az egy picit különleges lesz. No, nem azért, mert két Star Wars járművet fogok bemutatni, hiszen olyan eset azért már történt korábban is, hanem viszonylag ritkán szokott előfordulni olyan, hogy két eltérő játékvonalban kiadott cuccot párosítok össze, mégpedig azért, mert hát szellemileg úgymond összetartoznak, egyívásúak, ráadásul nem is sokkal egymás után adták ki őket, és még azt is hozzá lehet tenni, hogy tudomásom szerint a Hasbro eredetileg egy játékvonalban akarta kiadni őket, úgyhogy így, mivel most ez a kettő pont így a birtokomba került, ezért úgy gondoltam, hogy egy videóba letudom őket. Úgyhogy a mai szereplőnk az az Imperial Troop Transport a Rebels sorozatból, és a Y-Wing Scout Bomber, ami ugyanúgy Rebels-es jármű, de átcsúszott a kiadása a Force Awakens sorozatba, ahol egyébként semmi keresni valója nincsen egyébként, vagy nem lenne egyébként, de ugye korábban már beszéltünk róla, hogy ez előfordult, hogy Rebels-es cumókat nem csak a Rebels sorozatban adtak ki, hanem átcsúszott a kiadásuk a Force Awakens-be, sőt még később a Rogue One-ba is. No, kezdjük a naptár szerinti korábbi darabban, a 2015-ös Imperial Troop Transporttal, ami hát egy érdekes jármű, nem is a kinézetét illetően, hiszen a kinézete, amint látjátok, olyan, mint egy nagy szürke féltégla, abban igazából semmi érdekesség nincsen, hanem ennek a járműnek isten igazából a sztoria az, ami érdekes, hiszen Imperial Troop Transport az ugye már a vintage időszakban is kiadásra került, mégpedig 1979-ben. Most ez a jármű ugye nagyon régi, de nem volt látható a filmekben, a New Hope-ban se, meg a későbbiekben se. Mégis csináltak belőle játékot, és ennek ugye az volt az oka, hogy a Kenner kezdetben viszonylag hát kevés olyan dologgal rendelkezett, amiből ugye játékot lehetett csinálni, és hát a Lucasfilm engedélyével ők így hát kitalálgattak ugye dolgokat. Ugye korábban már beszéltünk például az ilyen minirig járművekről, de nem csak a minirigeknél fordult ez elő, hanem például nagyobb dolgoknál is, és ez az Imperial Troop Transport, ez egy ilyen cucc volt. Tehát ez a Kennernek volt gyakorlatilag az agyszüleménye, és úgy kanonizálták idézőjelben annak idején, hogy adtak mellé egy ilyen kis képregényes sztori bukot, és abba feltűnt gyakorlatilag a jármű, mint a Stormtroopereknek egy ilyen csapatszállítója. Igazából akkoriban ez nem nagyon zavarta az embereket, tehát úgy voltak vele, hogy jó, nem volt látható a filmben, de tök jó Star Wars járgány, lehetett vele játszani. És hát a későbbiekben is ez egy ilyen keresett, kedves darab volt, viszont hát gyakorlatilag a legendákba lett úgymond száműzve, tehát nem is tudom, hogy később az ilyen videójátékokban, meg ilyen szerepjátékokban szerepelte ez a jármű, minden esetre ez egy ilyen régi elfeledett dolog volt. Egészen 2015-ig, amikor is a Hasbro ugye elkezdte kiadni a Rebelsnek a dolgait, illetve hát már 14-ben elkezdték kiadni, és a Rebels az azért is csodálatos volt, mert ugye nagyon sok ilyen régi dolgot visszahozott egy picikét más formában, ugye ilyen Macquarie dizájnok alapján készült droidokat, meg olyan lépegetőt, meg egy csomó ilyen apróságot, ami nem tűnt idegennek a Star Wars világától, azért, mert eredetileg is ezek a Star Wars világához készültek, csak mondjuk nem használták föl ezeket a dolgokat az eredeti filmeknél, stb. És egy csomó olyan dolgot is visszahoztak, ami meg hát egykoron szerepelt, vagy használva volt, de utána nagyon-nagyon sok évig nem. És ilyen volt ez az Imperial Troop Transport is, tehát mondhatjuk, hogy a Rebels az gyakorlatilag kanonizálta ezt a gyönyörűséges csapatszállító járművet, és ha már kanonizálta, akkor a Hasbro nyilván ki is adta. Ez 2015 elején jelent meg. Isten igazából ez volt a kázi összes érdekesség meg pozitívum, amit eddig elmondtam, amit el lehet mondani erről a járműről. Nem szép.
Tehát amint látjátok, semmilyen dimenzióban nem egy csodálatos dolog. Szerkezetileg más, mint a vintage. Tehát a vintage változatnál én úgy tudom, hogy teljesen mások a gyakorlatilag minden. Tehát az alapszintű kinézete az hasonlít erre, de azért nem lehet összetéveszteni a kettőt. Azon kevesebb fegyver van, ugyanígy itt vannak az oldalán ezek a csapatszállító dolgok, de tök más a sculpt, és ott van egy ülés a járműnek a tetején, hogy figurát tudjál ültetni bele. Ez viszont kinyitható, felnyitható, és mindenféle módon variálható. Na először talán nézzük meg az alját, ami a legeslegérdektelenebb dolog. Nincsen rajta kerék, lehetett volna rárakni, hogy egy kicsit lehessen gurigázni, de ezt elmulasztották, úgyhogy csak ezek az ilyen homorú műanyag darabok vannak, amik hát tám még az asztalt is fölkarcolják, úgyhogy ilyen szempontból ez nem volt egy szerencsés dolog. Az oldalán ugye van 3-3 rendkívül nagy védettséget adó csapatszállító rekesz, amiben hát ilyen figurákat lehet ugye belerakni, tehát ezt eredetileg is arra találták ki, hogy sok-sok figurát vegyél meg, és pakold bele ebbe a járműbe. Tehát ez volt a koncepció igazából a Kenner dolga mögött. Na most hát, amint látjátok például ezt a pilóta Kanán figurát, amit a kezembe fogok, ezt Isten igazából nem is lehet kényelmesen belerakni itt a helyére, mert túl széles a terpesz, egy kicsit össze kell nyomni a lábát, és akkor bele lehet rakni, de hát nem illeszkedik túlságosan jól, de nagyjából így kell elképzelni, hogy körülbelül így lehet vele vinni a Stormtroopereket. Na most a Rebels-es Stormtrooperekre vannak méretezve gyakorlatilag ezek a fakkok, az elvileg kényelmesen belemegy, de bontott Rebels-es Stormtrooperem most nincs itthon, úgyhogy nem tudtam belepróbálni. Úgyhogy ide 6 figurát lehet rakni. A jármű elején vannak ugye ilyen mozgatható ágyúk, ami végül is tök jó, és a tetején is van egy fegyverzet, amit hát lehet forgatni. Ráadásul ez ugye ilyen rugós, kilövős, cuccos, van egy ilyen szokásosnak mondható rakéta, amit így bele lehet tölteni, és akkor a tetején van egy-egy gomb, amit hogyha elsütsz, akkor kilövöldözi a rakétákat. Hát igazából ez nem hiányzott senkinek, de hát ez ilyen. Ami viszont jó a cuccba, legalábbis nekem tetszik, hogy a teteje az fúra fölnyitható, egy tengely mentén gyakorlatilag, és a belseje az szerintem egészen jól kidolgozott, ide is bele lehet rakni gyakorlatilag 3 figurát, viszonylag normálisnak mondható pilótafülkéje van, bár inkább ez a matricáktól lesz egy kicsit szebb, meg komfortosabb. Maga az ülés annyira jól azért nincs kidolgozva, meg nincsen, mit tudom én, ilyen kormány, vagy akármi ilyesmi. És viszonylag nagy hely van hagyva gyakorlatilag a figuráknak. Ez ugye azért van, mert a Rebels-es figuráknak ugye nyújtott volt a lába, és akkor férnek be kényelmesen, hogyha nagy hely van a láboknak hagyva. Rá is tudjuk szépen csukni, és szevasz! Érdekesség, hogy a vintage verziónál eredetileg kicsit máshogy nézett volna ki ez a gép, és a gép előső részébe egy ilyen lecsukós panellel egy droidot lehetett volna rakni. Ezt a későbbiek során megváltoztatták és elhagyták, és itt a Rebels-be se hozták vissza ezt az ötletet. Úgyhogy, hát mit lehet róla mondani? Ez egy nagy szürke tömb. Nagy szürke tömb, amire nagyon sok figurát lehet pakolni, lehet tologatni. Van játszásbeli értéke, van, gyűjtésbeli értéke nem nagyon van. Mégpedig azért nem, mert hogyha valaki szereti ezt a járművet esetleg, vagy kötődik hozzá valami miatt, az inkább a vintage-et fogja megvenni, aminek azért komoly ára tud egyébként lenni. Esetleg talán arra is jó, hogy valakinek az ilyen vintage-es emlékeit visszahozza, de ebbe azért nem vagyok 100%-ig biztos. Minden esetre tény, ami tény, hogy nagyon-nagyon sokat kiadtak belőle, viszonylag sokáig, viszonylag olcsón hozzá lehetett jutni, tehát szinte utána dobták, tehát nem kellett nagyon senkinek. A boltokban is nagyon le voltak árazva nagyon sokszor, tehát pár ezer forintért hozzá lehetett jutni ehhez a cuccoshoz, és Isten igazából ma se sokkal drágább. Még a dobozát azért megmutatom, ami
annak ellenére, hogy ilyen baromi nagynak tűnik, azért igencsak alul van méretezve, és elég nehéz visszapakolni bele a járművet, le kell venni a felső panelét, és akkor két darabba lehet belerakni a dobozba, de hát így is gyakorlatilag kipuposodik. Nagyon vékonyra vették a doboz, tehát elég lett volna egy picit kisebb doboz, de vastaga gyakorlatilag. Na itt a hátsó képen láthatjuk, hogy hogy lehet belepakolgatni a Stormtroopereket. Isten igazából nem valami szépek úgy se, így fogalmazza. Ugye szerepelt egy hasonló jármű a Mandalorianben is, az egy kicsikét már megváltoztatott, ilyen modernizált verzió volt, és azt hiszem, hogy azt Legóba mutattam be nektek már korábban. No, mit tud egy ilyen gép? Hát, én azt mondom, hogy mivel már picit nehezebb hozzájutni, ami azt jelenti, hogy nincsen bele tele minden, az összes aukciós portál meg ilyenek, ezért én azt mondom, hogy a 6000-7000 forint környékén lehet egy komplettet nagyjából elsütni. Bontatlan darab az körülbelül egy olyan tízes, de nem a legegyszerűbb dolog ezt eladni, az az igazság. Tehát a kereslet nem veri ki a biztosítékot, hogy így fogalmazzak. És nem szokta kiverni a biztosítékot a kereslet a következő járgányunkra sem. Ami a Y-Wing Scout Bomber elnevezést kapta, és 2015 végén adta ki a Hasbro, és mivel 2015 végén már nem a Rebels játékvonal ment, hanem a Force Awakens, ezért gyakorlatilag ez a járgány átcsúszott a Force Awakens vonalba technikailag, de hát mondom, semmi keresnivalója nem volt ott, Isten igazából. No, hát hogyha hirtelen nem ismeritek föl, hogy ez a gép ez mi, vagy hol szerepelt, vagy mi az anyám kínja ez, akkor ne hibáztassátok magatokat, mert az a válasz, hogy sehol. Tehát konkrétan ez a Y-Wing Scout Bomber, ez megint csak a Hasbro-nak az agymenése volt, illetve ez a Hasbro-nak, a Troop Transport az korábban a Kennernek, amit még csak nem is a Rebelshez találtak ki eredetileg, hanem a Clone Wars vonalba, ott ugye adtak ki ilyen kis járműveket figurákkal, egészen sokfélét, még ilyen 2008-tól 2012-ig, és ott ilyen kis járművekből nagyon-nagyon sokfélét kitalált a Hasbro. Tehát ilyen Recon Fighter ez, mit tudom én milyen speeder az, és akkor ott csináltak egy ilyet, hogy Y-Wing Scout Bomber, ami annak ellenére, hogy Clone Wars-os kiadásba jött ki, nem szerepelt a Clone Wars-ba se, mert a Clone Wars-ban is normál Y-Wing-ek, illetve hát még Clone Wars-os Y-Wing-ek szerepeltek, nem ilyen Scout Bomberek, aminek már a neve is önmagában értelmetlen, hiszen most ez vagy Scout, vagy Bomber. Tehát olyan, hogy felderítő és bombázó, olyan nagyon-nagyon ritkán szokott lenni. Tehát én hirtelen nem tudok olyan repülőt mondani. Jó, persze vannak ilyen változatok, hogy mit tudom én, a U-88-asból volt hosszú távú felderítő változat, meg volt belőle bombázó, de azért nem egyszerre a kettő, maradjunk ennyiben. Úgyhogy nehezen lehet Isten igazából megérteni ezt, hogy Scout is, meg Bomber is. Ami még nekem nem tetszik ebben a járműben, és utána már most már abba hagyom a picsogást, az, hogy ugye Y-Wing-szerű valamit akartak előállítani, ráadásul ugye a Clone Wars-os Y-Wing-re hasonlító valamit, de annak érdekében, hogy ilyen mini járművet tudjanak csinálni belőle, így az egészet összenyomták, és egy ilyen nagyon-nagyon tömzsi, amorf valami lett a végeredmény, aminek a pilóta fülkéje rendkívül vaskos, itt hátulra gyakorlatilag bezsúfoltak egy ilyen lőállást is, és ugye itt a hajtómű szár részeket azt meg így lekicsinyítették, összenyomták, úgyhogy egy ilyen tömzsi, hibrid valami lett a végeredmény, és ezért összességében ki tudom jelenteni, hogy ez a jármű nekem nem tetszik külsőleg. Se a Clone Wars-os, se a Rebels-es. De, és akkor innentől abba hagytam a picsogást, innentől a pozitívumokra igyekszem fókuszálni.
Az átfestés egyébként jól sikerült. Ugye rebelszesebb színeket kapott ez a cucc, tehát fogták a Clone Wars-os kiadást, és utána rebelszesítették. Gyakorlatilag ugye ilyen Phoenix Squadron jelzés van a pilótafülkén, és ugye ilyen sárgás és fehéres színeket kapott, amivel ugye egy kicsit a Phantomra is hasonlít a színvilága, ez úgy beleillik a Rebelsnek a koncepciójába, annak ellenére, hogy ez a gép, ez egyáltalán nem szerepelt a Rebelsben, semmilyen dimenzióban, ugye csak normál Y-wingek szerepeltek a Rebelsben. Ami még az érdekesség, hogy egy ponton át is kellett tervezni a Clone Wars-os járművet, és emiatt a Date stampje is 2015-ös, ami rajta van, illetve azt hiszem, hogy 13-as vagy valami ilyesmi, nem 15-ös, de meg kellett változtatni egy alkatrészt, mégpedig ezt a hátsó ilyen gondolát, amibe ugye eredetileg azt hiszem, hogy egy R2-ra volt méretezve, még Clone Wars-os korában, vagy valamilyen normál R2-esre, vagy klónfigurára, már nem is emlékszem. Lényeg az, hogy ezt az alkatrészt át kellett alakítani annak érdekében, hogy choppert bele lehessen rakni, ahogy a képernyőn itt látható is. Úgyhogy ez chopperre van méretezve ez a lyuk. Be tudjuk ide a sima, normál, single cardos bontott choppert rakni, mégpedig úgy, hogy ezt így fölnyitjuk, belerakjuk a droidot és rácsapjuk. Úgyhogy gyakorlatilag ez a gyűrű az, ami méretileg más. Minden más szempontból kivéve a festést megegyezik a Clone Wars-os változattal. Mit tud ez a gép? Mert egyébként ahhoz képest, hogy milyen picike, meg ilyen kis mini járműnek készült, ahhoz képest egészen sok funkciót bele zsúfoltak. Ugye elől látható, hogy van két mozgatható ágyú, ez egyébként tök jó. Van egy felnyitható pilótafülkénk, ugye így előre felé nyílik, és van egy tök jó kidolgozott pilótafülkénk. Kormánnyal, normál méretű üléssel, matricákat ugyan nem nyomadtak bele, de Isten igazából ennyi már elég a boldogsághoz, úgyhogy ez rendben van. Alapvetően jól meg van csinálva, szépen, normálisan megáll a kabintető is, bele lehet kattintani a helyére, úgyhogy ez technikailag, ez a pilótafülke egyébként rendben van, attól függetlenül, hogy csúnyácska. Ugye ezt a hátsó lőállást, ezt már mutattam az előbb, de még annyit lehet vele csinálni, hogy itt a sín mentén el lehet forgatgatni ezt az ágyút, úgyhogy kicsit ilyen második világháborús bombázókat idéző lőállást lehet vele szimulálni. A hajtómű gondolák forgathatóak, jó ég tudja, hogy miért. Tehát ez így inkább ilyen He-Man járműre hasonlít, tehát nem éppen Star Wars járműre, lehet, hogy azért, hogy ne törjön le, minden esetre hát ez a normál alapállás az, ami ennél működik, de ha valaki nagyon akarja, akkor tudja mozgatni. Talán annyi, hogy így ellenálló, nem törik annyira, rá lehet fogni, hogy azért csinálták ezt. Ami viszont tetszik, az a bombavető funkciója, ugyanis a két hajtómű gondolában egy-egy bomba foglal helyet, aminek van egy ilyen nyomógombos kioldója itt a hajtóművek tetején, ez kvázi elengedi a bombát, és hát nem csak hogy elengedi, hanem viszonylag erősen ki is lövi magából, egy kicsit ilyen rugós mechanizmus működteti, és egyébként, hogyha vissza akarjuk rakni, akkor csak annyi a dolgunk, hogy így vissza kattintjunk a helyére, már hogyha ott marad, igen, és akkor utána már is megint ki lehet vetni. Ez ötletes dolog, ez jó dolog, játszható is, úgyhogy ezzel nincsen semmi bajom. Ilyen szempontból a bomber funkcióját azt ellátja, úgyhogy ez így alapvetően rendben van. Úgyhogy ez egy csúnyácska járgány, ami nem szerepelt se a Clone Wars-ba, se a Rebels-be, mégis mindkét módon kiadták, és hát itt a Force Awakens sorozatban is erőteljesen nyomadták. Én emlékszem erre a járgányra, amikor ugye ez a boltokban volt, és hasonló volt a karrierje egyébként, mint az Imperial Troop Transportnak. A végén már így leárazva, összegyűrt dobozzal, megtaposva, már csak le nem fosva,
rohadtak meg a boltoknak az ilyen leárazott részlegein. Nem annyira kellett kellett a népnek, de aztán azért valahogy mégiscsak elkeltek, és most már, ahogy kikoptak ugye egy kicsit a piacról, most már azért kezdik felfedezni, tehát akik mondjuk a Rebels-es cuccokat gyűjtik, vagy kifejezetten a Force Awakens sorozatot gyűjtik, azok azért ezt is meg szokták venni. Ami még fontos, hogy járt hozzá egy figura is a járműhöz, hát majdnem elfeledkeztem róla, mégpedig egy Kanan Jarrus, hiszen az is a neve a cumónak, hogy Kanan Jarrus and the Y-Wing Scout Bomber, és ez a Kanan Jarrus figura egyébként tök jó. Nem azonos azzal a Kanannal, ugye, amit single cardosként adtak ki, meg amit a kettes pakba adtak ki, meg 68 féleképpen adtak ki, mert hogy ennek módosított feje van, ilyen pilóta headset van a fejében formázva, és ezt leszámítva viszont teljesen akkurátus, és nagyjából úgy néz ki, ahogy a rajzfilmben láthattuk. Ugye ez is csak 5 ponton mozgatható, ahogy ezeknél a Rebels cuccoknál megszoktuk, de adtak hozzá egy fénykardot, amit teljesen jól meg tud fogni, és ami még mindenképpen pozitív, hogy hát itt a pilótafülke az kellő méretű, és annak ellenére, hogy ez egy Clone Wars-hoz készült cumó volt, be lehet ültetni normálisan a Kanant a helyére, normálisan rá is lehet csukni a fedőt. Az egyetlen probléma, hogy a kormányt azt viszont sehogy nem lehet vele megfogatni. Tehát, hogyha most megnézitek, akkor hát neki a keze az jóval szélesebb, mint itt a kormány. Ez látszik, hogy nem ehhez a figurához lett méretezve. Biztos az plusz fél dollárba került volna, hogy ezt a kormány elemet is mondjuk lecseréljék, de ezt végül is nem tették meg. Nézzük meg még a dobozát. Egyébként a grafika nem rossz, tehát a grafika az próbálta eladni ezt a cuccost. Ez is ilyen jó nagy dobozba került kiadásra, ugye a Kanan volt itt ezen az ablakos részen, azzal nincs is probléma. Hát ebbe kényelmesen elfért ez a jármű, kellően vastag, meg minden, úgyhogy ezzel ilyen szempontból nem volt probléma, de hát egy picit kisebb dobozba is egyébként elfért volna. A Clone Wars-os verzió az ennek így a kvázi, hát csak a kétharmada volt a doboz méret, és akkor úgy a Clone Wars-osnál ott ilyen ablakos doboz volt ott is, és azt hiszem, hogy ott így ilyen alakba volt betéve a dobozkájába. Úgyhogy végül is nem néz ki rosszul, a gép az jó egyébként gyereknek játszani, gyűjtőnek, hát annak, aki szereti, mondom, nekem igazából annyira nem tetszik. Milyen áron mozog? Nem olyan nagyon veszélyes, ez is olyan 6500 környékén van bontva, hogyha megvan hozzá a figura, meg a doboz, meg minden kiegészítő, az azért egy járgánynál nem sok. Bontatlanul olyan 10 körül hozzá lehet jutni külföldről, plusz posta, plusz vám, de ezt itthonról is be lehet egyébként szerezni. Tehát ez itthon is forgott, itthon is sokan megvették, úgyhogy nem lehetetlen küldetés hazai eladótól sem beszerezni. Úgyhogy hát most úgy gondoltam, hogy ezt a két járgányt, ezt összepárosítom végül is. Rebels. No, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem, hogy tetszett. Hogyha igen, akkor lájkoljátok a videót, meg kommentben mondjátok el a véleményeteket, meg minden ilyesmi. Tartsatok velem a Facebook oldalon, a blogon, itt a YouTube-on, meg mindenhol, ahol lehet velem találkozni. Személyesen következő alkalommal velem Pécsen lehet majd találkozni, rendezvényen, úgy értem. Szeptember elején lesz a pécsi Star Wars nap, és ott leszek majd én is, úgyhogy ha valaki környékbeli, akkor mindenképpen látogasson el majd arra a rendezvényre. Tavaly is mentem volna, csak akkor pont akkor kaptam be a koronavírust, úgyhogy azért kimaradt, úgyhogy én már nagyon várom, hogy végre tudjak majd most Pécsre menni, mert az nekem tavaly kimaradt. No, köszi szépen, hogy itt voltatok, szevasztok!